egy olyan stadionban lehettem, mondjuk utolsó Mohikán, mármint játékos, ahol olyan neves játékosok fordultak meg, mint Toldi Géza bácsi, Lázár Gyula bácsi, akiknek csak a neve hallatán is gondolom, hogy a régi tradistáknak a szíve megdobban. Az FTC kis házi múzeumában, a Toldi teremben vagyunk. Itt őrizzük egyesületünk múltjával kapcsolatos emléktárgyakat, trófeákat. A pályát 1911. február 12-én avattuk. Annak idején ez volt a város széle, az újságokban úgy is jelent meg a híradás, az FTC pályát épít a Kies Népliget sarkánál. A pálya elkészült, nagyon sok híres mérkőzésnek, nagyszerű eseménynek volt helyszíne. A pálya egykori belépőhegyét szeretném megmutatni, így nézett ki az első belépő, az egykori részvények közül egyet. Ez éppen Pataki Mihályé volt, aki a klub akkori középcsatára volt, és fehér kesztyűben, fehér cérnakesztyűben játszott, de nem ettől vált nagyszerű játékossá. A pálya a régi kedves darabjait is megtekinthetik a látogatók, hiszen eltettük annak az egykori lelátónak a gerendáját, amelyet a bontáskor behoztunk ide a múzeumunkba. A következő tárgy, amit szeretnék megmutatni, az egykori klubháznak egy tégladarabja. Ebből építették Jánszki és Szívesi mérnökök a régi klubházat. A pályán a 10-es évektől sorra rendezték a nagy nemzetközi mérkőzéseket. Az egykori plakátok, Fradi pálya plakátok nagyon színesítették Budapest utcáit. A csapat jobb hátvédje Rumbold Gyula készítette, aki megtette ezt, hiszen iparművész volt, és minden olyan nagyobb találkozó megjelentek ezek a plakátok, amikor az Üllői útra toborozták a közönséget. Az, amit most önök látnak, ez a mérkőzés, ez a Ferencváros-Újpest találkozó soha nem jött létre, hiszen azon a napon felhőszakadás volt Budapesten, és a találkozó elmaradt. A következő emléktárgy, amit szeretnék megmutatni, a B-közép egykori zászlója. Akkor, amikor 1929-ben Dél-Amerikából hazajöttek a játékosok, aláírták ezt a zászlót, és mindig a legidősebb ferencvárosi szurkoló őrizte ezt meg. A pálya az öltöző egykori óráját is van szerencsénk bemutatni, hiszen Dalnoki Jenő annak idején, amikor a lelátót bontották és az öltözőt felszámolták, eltette ezt, megőrizte, és így láthatjuk azt az órát, amin egykor a régi fradisták, a Sárosik, Toldik figyelték a múló időt. Mátrai Sándor szenzációsan mutatkozott be az Üllői úton, élete első NB1-es mérkőzésén 4 gólt rúgott a Szombathelynek. Hú, nagyon régen volt, de megpróbálok emlékezni rá. Szó volt, életem egyik nagy vágya az volt, hogy a Ferencváros pályán, az Üllői úti pályán valaha zöld-fehér mezdek pályára lépes, bár akkor még csak piros-fehérbe, ugye, mert mint kinizsi játszottunk. De hát elmondani azt a légkört, hogy kint van 30 ezer ember, és egy falusi gyerek itt pályára lép NB1-es mérkőzésen, szorongó, és hát hihetetlenül felelmelő érzés volt. Az már, hogy a mérkőzés folyamán 4 gólt sikerült elérnem, az csak az óriási szerencsémnek tudhatom, visszaemlékezvén a magára a mérkőzésre, hogy a B-közép és az egész stadion, egész FTC stadion buzdítása közben egymás után rúgdostam a góljaimat, és azért is érdekes számomra, mert a Szombathely vezetett 1-0-ra. Majd a végén, hát sikerült 5-2-re nyernünk, és valóban ezen a mérkőzésen 4 gólt értem el. De a legnagyobb emlékem az, hogy mérkőzés végén, mikor jöttünk le már ki az öltözőből, hogy hát a közönség megvár bennünket, egy idősebb bácsi átölelt, megcsókolt, könnyei folytak, nem azért, mert ital dolgozott benne, hanem a meghatottságtól, és azt mondta nekem, hogy kisfiam, 3 éve várunk már erre a napra, majdnem én is írva fakadtam vele, mert olyan csodálatos érzés volt, hogy hát örömet tudtam nekik szerezni azon a napon. A kinizsi korszak kiemelkedő egyénisége volt Dalnoki Jenő is. Már 50-es években már játszottam az első csapatban, de hát 49-ben meg már itt voltam már. Például 50-es években nem is lehetett tartani értekezletetlen, mert a Fati bűnöknél annyira szurkoltak, meg dobogtak az emberek, hogy hát mint az őrültek háza olyan volt lent, mint egy kalickába bezárult ember, és akkor tényleg, mikor kijöttek, az egy felüdülés volt. Hát de hát itt is akkor a kiabálás volt, és hát nem is tudott itt az ellenfél, nem igen tudott megállni. Hát nem azt mondom, hogy nem győztek itten ellenfelek, de hát akkor nagyon sokkal jobban kellett játszani, mint ahogy mi játszottunk. Később edzőként mennyit változott itt a hangulat?
Hát én egy nagyon szép korszakra emlékszem, mert volt egy korszak 74-75, mikor mindent, ahol elindultunk, megnyertünk, téli kupa, nyári kupa, MNK, meg a bajnokság, akkor volt itt olyan légkör, mint amilyen légkör volt abban az időben. Búcsúzik az öreg tribűn, többé már nem ünnepel. Szinte hallom, amint mondja, sose felejtsetek el. Új pálya épül a régi helyén, együtt építjük fel, te meg én. Zöld-fehérek zúg a hajrá, lelkesít a győzelem. Ifjú szívvel, régi tűzzel, rúgd a labdát, lenn a zöldjepen. Napsütésben és rossz időben a szurkolóhat mindig kitart. Rajta hát lelkesen, mint a régi fiú, s ünnepel majd az Üllői út. Csapatunk, hogyha győz, messzire hallani zeng a jelszó, hajrá Fradi! Napsütésben és rossz időben a szurkolóhat mindig kitart. Rajta hát lelkesen, mint a régi fiúk, ünnepel majd az Üllői út. Csapatunk, hogyha győz, messzire hallani zeng a jelszó, hajrá Fradi! Zeng a jelszó, hajrá Fradi!